Hát már kiskoromban is nagyon sok kreatív dolgot csináltam, de nem csak a lányos dolgokra gondolok, hogy öltöztető babákra rajzoltam ruhát és gyöngyöt fűztem, hanem a barkácsolást is nagyon szerettem. Nem akkor döntöttem el, hogy divattervező leszek, amikor ide jártam iskolába és ezt tanultam, hanem később, amikor tinédzserből elkezdtem nővé válni, akkor éreztem azt, hogy ez a nőiességnek egy olyan fajta kifejezője, ami nagyon színes és változatos. Hát a divattervezésről mindenkinek a rajz jut eszébe elsősorban, de nem csak ebből áll. Komoly, hát anatómiai ismeretekkel is kell rendelkezni. Az nagyon meghatározza azt, hogy hogy áll egy ruha, és más dolgokat is meg kell ismerni még a szakmai tudás, a szaktudás mellett. Az üzletet, az üzleti életet, a marketinget, hogy hogy lesz ebből áru, hogy lesz termék. Én úgy látom, hogy a magyar divatvilágot ezt megpróbálják felrázni, és segíteni próbálják a fiatal tervezőket, hogy alapítsanak saját márkákat. Nem szeretem az igénytelen konfekciót, ami nagyon rövid ideig tart, és egy szezon után kidobhatja az ember a kukába, hanem egy olyan szintű ruhagyártást szeretnék, vagy ruhakészítést szeretnék megvalósítani, ami megállja a helyét. Ha megvan az inspiráció, meg a téma, akkor az ember általában lerajzol egy csomó ötletet, és ebből az ötletből kiválasztja azt, ami szerinte a legjobban megfelel a témához, és ez bontja ki egy kollekcióvá. Itt például azok a rajzok láthatók, amiket én a Gombold újrára csináltam, a székely népviselet témájában. Ezek azért ilyen kezdetlegesek, mert itt még nem az számít, hogy a rajz maga hogy néz ki, hanem ezt magunknak készítjük, és akkor utána, ha már letisztult az, hogy mik a kollekció darabjai, akkor utána kell készíteni divatgrafikákat, ami már mások szemének is gyönyörködtetőbbek. Nagyon fontos az itthoni körülmények között az, hogy az ember kitartó legyen, elszánt, nagyon szorgalmas, és persze kell hozzá a tehetség, az elhivatottság. Fontos, hogy az embernek jó rajzkészsége legyen, stílusérzéke, arányérzéke.